Az elmúlt szezonban két hazai győzelem mellett két idegenbeli döntetlent játszott a Fradival az NTK, azóta azonban a fővárosiak két világbajnokkal erősítették meg csapatukat. Egyikükkel, Farkas Sándorral szemben Szlovenszki Tibor 604 fával sem tudott pontot szerezni, Mogyorósi Péter viszont jobbnak bizonyult riválisánál. A középső sorban Finta Zoltán 77 fát vert ellenfelére, Szegő Leventének mindössze 3 fán múlott a pontszerzése, így 2-2-es állásnál 64 fás hazai előnnyel vágtak neki az utolsó körnek a csapatok. Az árósorban még mindenképpen egy pontot kellett, hogy csináljon a Hakker Kastura párosunk egyike, illetve a csapatfát kellett megtartanunk. Hát azt lehet mondani, hogy az utolsó sor is rettentő izgalmasan alakult, folyamatosan apadt a csapatfánk. Azt lehet mondani, hogy a Hakker Dezső mellett a világbajnok Botházi Peti fantasztikusan játszott, és azt lehet mondani, hogy még a harmadik pálya után is a pályacsúcsot ostromolta az eredménye. Azonban Dezső viszonylag jól tartotta magát, főleg az utolsó szetre sikerült felkapaszkodnia, míg mellette a Kastura Zsolt meglepően kellemesen jól játszott, és folyamatosan elcsípte a belső pontokat, viszont már az utolsó néhány dobásban az ellenfélnek is sansza volt arra, hogy ellopja tőle a csapatpontot, de hál' Istennek a Zsoltnak 4 fával sikerült megtartani a előnyét, és így alakulhatott ki, hogy 16 fával csupán, de mégis 5-3 arányban hazai pályán ebbe a szezonba végre először diadalmaskodni tudtunk. 10 fordulót követően a 100%-os Szeged áll a Szuperliga tabellájának élén, megelőzve a 18 pontos Lépcelakot és a 17 pontos Zalaegerszeget. A 6 pontos NTK a 8. helyen várja az őszi zárófordulót, amelyben a budapesti erőműese otthonában lépnek majd dobóállásba Fintáik.